Na most készítek egy videót a motorfék használatáról. És itt tudom illusztrálni videóval is. Mutatja a kocsi majd, hogy hol érdemes felváltani következő fokozatba. Viszont azt is mutatja, hogyha túlhúzatjuk, hogy hol kellene már menni hanyadik fokozatba. Ha túlságosan leengedjük a gázt, akkor mutatja, hogy hol kell visszaváltani. Hát körülbelül ez a kocsi, meg a legtöbb autó, az Audi is, úgy az optimális neki, hogyha 1-esből 2-esbe, 15 és 20 között tesszük. 2-esből 3-asba, 30 fölött. 3-asból 4-esbe, 40 fölött. 5-dikbe jobban szereti, ha 60 fölött megyünk vele, hogy ne kormoljon annyira amúgy az égés térbe a üzemanyag, mert amúgy se valami jó minőségű üzemanyaggal járunk. Ez visszafele ugyanígy van. 50-60 alatt már érdemes negyediket kapcsolni, hogy jobban pörögjön a motor egy picit, és öblítse ki úgymond a kormos levegőt. Illetve 40 alatt már nem szabad negyedikbe lenni az Audinak sem, meg ennek sem, mert akkor nem tökéletes a motor járása, meg az égés, meg az öblítés. Majd nézzetek odána, mit jelent az öblítés. Az azt jelenti, hogy a motor megkapja kellő oxigén mennyiséget ahhoz, hogy jó legyen az égés és kicsi legyen az üzemanyag fogyasztás. Harmadikba nem lehet lenni 30 alatt, 20 alatt meg már a kettessel játszani kell, hogy jó legyen, mert 1-esbe 10 fölött nem nagyon szabad visszaváltani, ott le kell menni 10 alá, és ott kell egy kicsikét nekünk úgymond játszani a dolgokkal. Az se jó, hogyha nagyon megpörgetjük a kocsit, mert akkor kicsit az üzemanyagfogyasztásunk megugrik. Vannak emberek, akik mániákusan az optimális előtt mindig felváltanak. Szinte rángat a kocsi. Kínlódik. Az se jó, azt elhiszi magáról, hogy milyen jó sofőr, pedig hót szar, mert a kipufogója kormol. És képzeljétek el, a motort a korom részecskék koptatják a legjobban, ami lekerül az olajba, és ezen keresztül, hogyha nem cserélünk időbe olajat, vagyis sőt, én azt mondom, 10 000-enként vagy évente cseréljünk olajat, ha azt akarjuk, hogy a kocsi élettartama hosszú legyen. Na most térjünk ki a motorfék hatásra, amit a tanulók nem akarják megcsinálni, meg az embereknek 70-80%-a biztos, hogy nem tudja, mi az, hogy motorfék, nem hogy használja. Szoktam kérdezni, hogy a motorfék milyen? Dobfék vagy tárcsafék? Gondolkoznak rajta. Tehát mindegyik mond valamit. Meg lett emberektől megkérdezik, fogalma sincs. Annyira buták hozzá. És amikor már valamelyik válaszol, hogy mit tudom én, dobfék, szoktam kérdezni, hogy mikor kell akkor fék pofát cserélni benne. Hát azt már nem tudom, azt mondja. Na az a lényeg, hogy ha motorfékezünk, vagyis benne van egy fokozatban a kocsi, és elengedjük a gázt, akkor az üzemanyag fogyasztás nulla. A komputer nem enged befecskendezni semmit, legyen az dízel vagy benzines, így a motorfék alatt megtett út alatt nulla a fogyasztásunk. Ezért nagyon sokat üzemanyagot meg tudunk takarítani, illetve ilyenkor káros anyag kibocsátás is nulla. Értitek? Szóval tanulóknak is tanítom, de kisebb-nagyobb sikerekkel sikerül csak, de legtöbb esetben mindent fékkel akarnak megcsinálni. Ha megyünk, mit tudom én, 50-nel, mondom a tanulónak, engedd el a gázt, hogy hadd menjünk már motorfékkel, mert zsebre megy nekünk. Egyből beleugrik a kuplunkba. Hát mondom, ez így nem jó, vizsgán se felel meg. Vizsgán se felel meg. Sajnos vizsgán meg kell mutatni, hogy tudunk környezettudatosan, környezetbarát módjára vezetni. Na most megmutatom nagyjából, nem lesz könnyű, hogy hogy is működik ez. Remélem a nap nem süt bele, jó lesz, szuper lesz. El is indulok.
És már be is állt a kompjúter arra a dologra, hogy gyorsítok, azt mutatja a fogyasztást. Itt van, né? Most harmadikba vagyok, hogy jó érezhető legyen, hogy mennyivel megyek, illetve mi történik a kocsinak a motorjába. Nyomom a gázt, és elengedem a gázt, de nem ugrok bele a kuplungba. Nézd, az üzemanyagfogyasztás nulla. Ilyenkor nincs fogyasztás, ilyenkor zsebre dolgozunk, illetve kevésbé vagyunk olyan emberek, akik nem figyelünk oda a környezet tudatosságra. Gyorsítok, teszem a negyediket, és jön a kanyar. Elengedtem a gázt. Nézd oda. Teljesen nulla. 500 métert jöttem úgy, hogy nem fogyasztott az autó semmit. Amikor itt vagyok alapjárat közelébe, itt már teszek egy kettest, és elengedem a kuplungot. Már van is némi üzemanyagfogyasztásom. Gyorsulok. Mondja, hogy tegyem a harmadikat. Teszem a harmadikat. És már megyek is. Mutatja, hogy tegyem a negyediket. Teszem a negyediket. És nagyon keveset fogyaszt a kocsi. Kicsit gyorsulok. Ilyenkor lenyomom a gázt, ilyenkor természetesen minden kocsinál, gázlenyomásnál megnövekszik az üzemanyagfogyasztás, de itt körül lehet számolni, ahogy megyünk, hogy itt fogyaszt a kocsi, hát itt így. Most elengedem a gázt teljesen. Nulla, az üzemanyagfogyasztás nulla. Most odalépek neki, visszaállok 50-re, ennyit fog fogyasztani körülbelül így negyedikbe. De már mondja, hogy kéne az ötödik neki, csak rossz az út, de azért beteszem ötödikbe. Így, né? Jön egy vasúti átjáró. Elengedem a gázt. Kész. Nincs üzemanyagfogyasztás szinte. Már csak azért volt, mert a kritikus alá ment az üzemanyagfogyasztásunk. De visszaváltottam negyedikbe, így nulla lett. Mert ugyebár az alapjáratot tartani kell a kocsinak. Kanyarodni fogok, de a kanyar előtt 300 méterrel elengedtem a gázt. 300 métert nem fogyaszt a kocsi. Kuplunk be, teszem a kettest, és fordulok is. Kicsit gyorsítunk. Nem olyan sok ez a fogyasztás, amit mutat, mert minden kocsi, amikor gyorsítunk, természetesen több ez, akinek van kocsi, ami mutatja, az tudja, hogy akár egy 32 litert is mutathat egy BMW, hogy fogyaszt, attól függetlenül, hogyha beállunk egy bizonyos sebességre, akkor nem fog fogyasztani. Teszem a hármast, és harmadikba már tudok menni 30-al, 2 liter per 100. Így és így el lehet játszani. Szóval még egyszer mondom, a motorfék használata kötelező. A forgalmi vizsgán is meg kell mutatni, hogy tudjuk, illetve zsebre megy. Ha ész nélkül nyomjuk mindig a gázt és nem használunk motorféket, akkor sokat fog enni az autó. Itt vagyunk, látjátok? Nulla az üzemanyagfogyasztás, nulla. Így, né. Köszönöm szépen a figyelmet, mert nem szeretnék sokáig tartani az embereket, meg a figyelmét elvenni, de érdemes megtanulni.